Én tisztelőtlen, hogy az első számú téma az önkormányzati adminokatók működésének az adminokatók kapcsolatos témákról nem populáris témák a lakosság körében. Viszont azt is látom, hogy mondjam, hogy ahhoz, hogy egy közösség jól működjön, és hatékonyan tudjon működni, és rendezett egy rendszerűen legyen a közösség, ahhoz az adóhivatal, illetve az adóbevételi, az adókiadásoknak a transzparens megvalósítása az nélkülözhetetlen. A rendszernek a jó működése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy közösség jól tudjon működni. Ennek a függvényében a tavalyi év folyamán a közösségi törvény értelemben kötelesek voltunk újra lefolytatni az adóbejelentési procedúrát, és ennek a függvényében a tavalyi év folyamán 75 ezer adóbejelentés érkezett a polgártársaink részéről a szabadkai önkormányzathoz, illetve annak az adóbejelentés részlegéhez, és egy óriási munkát elvégezte a munkatársak részére ezek az adatok, mint területen dolgozva, a bázis elvét készítve, és most a szabadkai önkormányzat igazából egy komoly adatbázisa van az adóbejelentésekre vonatkozó. Ami úgy szintén fontos, és ami mai napon prezentálva a szemeknek, az pedig arról szól, hogy az a szolgálati önkormányzat elkészítette azt a szoftver megoldást is, ami alapján a polgártársaink kaphatnak egy kódnevet, illetve valójában egy olyan sifrát, ami alapján meg tudják azután saját maguk is nézni az interneten keresztül az önkormányzat weboldalát, hogy állhatók kötelezettségük, előtartozásokban nincs, és ez alapján elkülönítem, napi szintet tudnál követni, hogy azt mondom, hogy a szükség arra tudják követni, hogy állhatók kötelezettségét az önkormányzat irányába. Ez azt mondja eredményező, hogy nem kell állatlan bérni a városházán, és nem pedig ez a dolgok előtte rendezik a dolgokat, hogy igazából otthon is ezt a dolgokat érdek, hogy a kármányzat tudják tölteni a fejlesztő szállamokat a szükség, ahol van a tartozásra. Azért is fontos ez a tétel, és mindig kiemel, hogy az önkormányzatnak ez eredeti bevétel. Ezt a pénzt, amelyet a polgártársaink a hagyományi irányban fizetnek, ezt a pénzt az önkormányzatnak a bevételei, és ezek nem kis bevételi tételt jelentenek ahhoz, hogy az önkormányzat eredményesen tudja működni. Azt is világosan tudni kell, hogy az önkormányzat 2013 óta a hagyományra vonatkozóan nem növelte az adótételeket, csak alkalmazkodtunk az új törvényes előírásokhoz, és a 2015-ös évben pedig csökkentettük a földadóutáni hagyományadó fizetését körülbelül 20%-kal. Tehát itt is igyekeztünk odafigyelni arra, hogy különös nagyobb terheket a polgároknak lerújjunk, viszont az, ami a törvény is kötelezettség, az valamit tartja, és annak a függvényel megpróbáljuk ezt a dolgot így kezelni. Azt is kell tudni, hogy voltak és vannak olyan polgártársaink is, akik valamilyen formában fordítva üzenek az adónak fizetéséről, és a 2014-es év folyamán elkezdtük a kényszerbigelhatásokat is az olyan polgártársunk irányában is, akikről tudtuk, hogy vagyonosak, hogy komoly vagyonnal, komoly jövedelemmel rendelkeznek, és éveken vagy évtizeden keresztül egyetlen dinárt az önkormányzat használjuk a fizetőt. Úgyhogy egy-két polgártársunknak elárveleztük az ingóságait, megblokkoltuk a számláit, és ezáltal több millió dinárt megfizettek fel azoktól az emberekről, akiknek különben is az anyagi lehetőség minden gond nélkül fejeket kapunk az adókat rendszeresen. Úgyhogy ezután is így fogunk cselekedni, azok, akik kerülik az adókérkész és komolyabb adóságot fognak elhalmozni, ott a végigváltási eljárások is el fognak indulni. Nem fogjuk elindítani azokat a büntető intézkedési lehetőséget, nem adták be a mai napig az adóbejelentéseiket, mert komoly büntetéstételek vannak, amit láttak jönni szerint, de nem gondolom, hogy ezt alkalmazunk az egyelőre, hogy megkérjék mindenkit, hogy tegyen erre eleget a törvényes kötelezettségének, és ennek a függvényében támogassa az önkormányzatnak a hatékony működését is. Erről szól az első napirendi pont, és a második napirendi pontban pedig pár szépen a munkahelyek besorolásáról. Az önkormányzat 10 nappal ezelőtt a másik tanács átfogadta a munkahelyeket az új besorolását, amely által valójában 6 titkárság, 10 titkárság működik ezentúl az önkormányzat közigazgatásában, és csökkentettük a munkahelyeket a számát, és a munkavállalókat, illetve a dolgozókat a számát is nagymértékben csökkentettük az új munkahelyi besorolások által.